Kutyák és gazdáik mutatták be a zsűrinek a Kisnémediben tartott Dogpuller versenyen tudásukat október utolsó vasárnapján. Több mint 50 résztvevő nevezett a programra, ahol a kölyök kutyáktól kezdve egészen a nagytestű kutyákig vettek részt a megmérettetésen több kategóriában. Kisnémediben vagyunk egy Dogpuller versenyen, ami egy viszonylag új sport a kutyás sportok között. A Dogpuller igazából a kutyának a ösztöneit használja fel arra, hogy fizikailag szellemileg lefárassza a kutyát. Két karikából áll, van két ágazata, egyik amikor futni kell a kutyának a karikáért és bizonyos helyre visszahozni a gazdinak, a másik amikor ugrálnia kell és fogást kell váltani a kutyáknak egyik karikából a másikba. Itt is az ösztöneit irányítjuk a kutyának, ezzel szellemileg és fizikailag is nagyon le lehet fárasztani a kutyákat. A látványos kutyásportban sikeresek a magyar résztvevők. Mint azt Hídvégi Géza elmondta, a két héttel ezelőtti világbajnokságon 5 magyar világbajnok született. Egyik közülük Ács Viktória, aki Kisnémediben is ott volt Pumijával. Nagyon elégedett vagyok vele, hibátlan munkát mutatott be a kiskutyám. Tehát gyakorlatilag megnyerte a mai versenynek ezt a számát, megvédte két héttel ezelőtt összegyűjtött világbajnoki címét is ezzel. Nagyon aktív kutyáim vannak, ők pumik egyébként, és nagyon hamar, nagyon kis helyen hatékonyan le lehet őket fárasztani vele. Ez a hétköznapi rohanásban nagyon fontosnak tartom. Az én kutyusaim jobban szeretik a jumpingot, tehát ugrálni és úgy elkapni a puller karikát, de nagyon szeretnek szaladni is utána. A versenyen futamonként és kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták. Hídvégi Géza arról is beszélt, hogy nagyon eredményesen végeztek a kutyák, és már a kölyök kutyák is rekordokat tudnak dönteni. Nagyon magas színvonalú mezőny jött létre, több világbajnok vagy világbajnok helyett is részt vett a versenyen. Szerencsére vannak utánpótlások, akik meg is tudják szorítani ezeket a világbajnokokat, vagy világbajnok helyezetteket, tehát nagyon erős mezőny tud összejönni egy ilyen versenyen.